Sümegjekkel a Sümegért családi napot tartott a Fidesz-KDNP helyi szervezete, a Polgári Önképzőkör és a Vállalkozói Baráti Kör szeptember 13-án. A rendezvény szervezői az időjárás viszontagsága miatt nehezen tudták eldönteni, hogy mely programot tudják lebonyolítani és melyiket kell elhagyni. A délelőtt 10 órakor tartott értekezleten úgy döntöttek, hogy a koncertek a művelődési központban, míg a többi eseményt az intézmény udvarán tartják meg. Vég László, a párt polgármester jelöltje elmondta, a családi nap célja, hogy az emberekkel kötetlen formában tudjanak arról beszélni, hogy hogyan is látják ők a város helyzetét, és milyen igények merültek fel a lakosságban. Mi szeretnénk meghonosítani azt egyébként, hogyha folyamatosan lennének valóban lakossági fórumok, olyan fórumok, ahol az emberek elmondhatják, hát nem ügyes-bajos dolgaikat nyilván, tehát nem elsősorban a személyes bajaikat, hanem az olyan dolgokat, amik valóban a várost is érintik. És ilyen dolgokról beszélgettünk, tehát elsősorban nyilván ez már talán unalmasnak is tűnik, de hát a munkahelyek hiánya Sümegen, erről beszéltünk, hogy vajon milyen lehetőségek vannak, és milyen időn belül munkahelyeket teremteni. Ezt a legsürgetőbb kérdés, ezt ők is így látják, mi is így látjuk. Hát aztán természetesen nagyon sok minden szóba kerül, általában a közművek, az utak állapota. Ugye a csapadékvízről is sokat beszéltünk eddig, a csapadékvíz tényleg a város egy némely részén égető probléma. Itt elsősorban a 84-es feletti területre gondolok, ahol valóban az élet minőséget gyakorlatilag rontja ez a dolog. Tehát a Selkút fölötti terület, a Vadrózsa utca környéke, ezt meg kell oldani nagyon sürgősen, és én ezt meg is ígérem az ott lakóknak, hogy ez nagyon rövid időn, belátható időn belül megoldásra fog kerülni. A 84-es úttal is lennének teendők, gyalogátkelő helyeket létesíteni, hogyha aluljáróra, új aluljáróra, hát nem is telik, az biztos, hogy egy-két éven belül nem futja. Vállalkozók is sorolják a problémáikat, hogy miben tudnék én adott esetben, mint egy kormánypárti polgármester, hogyha a választások úgy alakulnak, vagy akár most is, mint kormánypárti politikus a megyegyűlésben segíteni nekik. Az eseményen megjelent a képviselőjelöltek egy része is, akiket arról kérdeztünk, hogy miért indulnak el az októberi megmérettetésen. Az én feladatom az iparterület, a mezőgazdaság, a kereskedelemnek a felülvizsgálata, az újjáépítése, az ipari területünknek, az ipari parkával a nyilvánítása. Célom a munkanélküliség csökkentése. Szeretném igénybe venni bizonyos kapcsolatot, amikkel a bizonyos munkai pályázatokat tudnánk érvényesíteni a városban, illetve az egészségi és a szociális szférában tevékenykednék. Hogy a kontraszelekciónak és az értékellenes megjelenéseknek ellent mondjak, arra, hogy ne a leggyengébbe kerüljenek ki a különböző szakmákból, hanem olyan emberek, akik bizonyítottak, akik letettek valamit a magánéletükkel, eddigi életükkel, tudták bizonyítani, hogy más is van, nem pedig átlagos zombik induljanak, hanem tulajdonképpen képzett, megbecsült emberek, és azt gondolom, hogy ebbe a csapatba minőségileg kiemelkedő emberek állnak, és ezekkel lehet tenni még valamit, holott Sümegnek a helyzete nagyon tragikus, az elvándorlás, az előregedés, a létszámcsökkentés. Bakancsos turizmus, hiszen ezt csinálom, a civil szervezetek, hiszen 94 óta civil szervezeteket vezetek, akkor az oktatás, hiszen 32 éve bent dolgozok, és igaz, hogy az állam az egyik működtető, szakmai működtető, de az intézményeink borzasztó lemaradásban vannak, mind a gimnázium, mind a általános iskola, és jó néhány olyan dologról tudunk, amit változtatni, illetve javítani kellene. Hogy a belváros, főleg a belvárosra koncentrálva tovább folytatódjék a felépítése, újjáépítése. Ezekben szeretnénk részt venni, és még amit szeretnék támogatni, illetve képviselni, ez pedig a sporton belül a labdarúgó szakosztály.
valamint a belvárosban élők, vállalkozók és kereskedők, vendéglősöknek a helyzetét meghallgatásban, tehát úgy értem, hogy meghallgattam őket, hogy mik azok, amik hiányoznak még a belvárosból, hogy ők is jobban tudjanak működni, több vendéget tudjunk a belvárosba lehozni. Következő 5 évet nem használjuk ki, akkor végérvényesen le fogunk maradni. Én azt gondolom, hogy a minőséget preferálni és támogatni kell. A családi napon a megjelenteket a szervezők vendégül is látták. Ez a családi nap, mi készül a Bográsban? Hát amit én kotyvasztok a polgári körösök csapata vezetőjeként, az egy marha és sertés pörkölt, tehát összefe vegyes húsból, vörösborral és vargányával dúsítva. Kinek az ötlete volt? Közös. Mi mindent közösen csinálunk. És már is kezdődik a világhírű tradicionális. Amíg kint főtt a pörkölt, addig a művelődési házban többek között bohóc szórakoztatta a gyerekeket. Nem vagyok sor! Csak! Itt látható egy világhírű tradicionális. Ti is csinálhatjátok, karikázik, a kezével citerázik, az orrával orgolázik, a fülével vikurázik, a szemével burgulázik, a szájával pedig következem én, egy világhírű trapista! Nem vagyok sáj! Jó erősen fogjátok? Az estére a szervezők Horváth Csárlit, Delhusza Csont és Wolf Katit hívták meg. A nagy érdeklődést a jelöltek is kihasználták, és Véglászló vezetésével a Művelődési Központ színpadán ismertették programjukat. Ez a kisvágos jobb sorsra lenne érdemes. Ezt régóta mondják, régóta mondjuk mi is, és történt is néhány dolog, de még nem az igazi. Igazából még nem történt meg az az áttörés, ami kéne, hogy Sümeg valóban az a hely legyen, ami megilletné őt a magyar városok rangsorában. Zene, főzés, játék, jókedv, mennyire alkalmas ez a politikára, ez a helyszín? Azt hiszem, hogy a politikára, hogyha legalábbis a politika szót úgy értelmezzük, mint a közügyekkel való foglalkozás, tehát ilyen klasszikus értelemben, akkor nagyon is való. Tehát egy pohár fröccs mellett, egy tál pörkölt mellett el lehet beszélgetni ismerősökkel, régi ismerősökkel, új ismerősökkel a város problémáiról, az élet dolgairól. Én úgy érzem, hogy ebbe a vidéki, kicsit lassúbb tempóba, tehát az élet ritmusba, ez nagyon is belefér, és nagyon is hozzánk illik itt Sümegen, a kaszinózó tábla Bírágvárosához.